Üdvözlök mindenkit, ez itt a futballkárcún, a mai videóban pedig méldéjezni fogunk, végre megint méldé, az elmúlt előző pár rész 50-51. elképesztő csomagokat hozott, és megint van egy nagy doboz, amit cégtől kaptam, lelövöm a point, a topstól kaptam. Kezdjük ezzel, hiszen utána van egy csomó cucc tőletek, úgyhogy még több, mindegy. Szóval van egy csomó levél tőletek, amiket már nagyon-nagyon várok, úgyhogy tudjuk le a cégeset, hiszen ez is durva lesz szerintem, elfoglalja az egész ö, füvet tulajdonképpen. Így le van ragasztva, de van rajta ilyen izgi perforáció, hogy én néztem, már alig vártam, hogy kibontsam, úgyhogy nézzük is meg, hogy most mit mutat nekünk a TOPS, miket küldött, hogy a csatornán prezentáljam. Úgyhogy így le is jön. A teteje, ó, be kell vágni. Azt hittem megúszom, de kis logikázás után rájöttem, hogy nem. Na, nem akarja. Úgy jó, itt végig megyünk másik oldalt, ugyanilyen műtéti bemetszést ejtünk. És meg is van. Bubi király lesz. Majd ha küldeni kell valamit. Hoppá! Azt a kutya mindenit. Turbo Atax, és ráadásul meccs Atax, Nagy fémdoboz, kis fémdoboz, még egy kis fémdoboz. Mekkora királyság? Nézzük is meg, miről van szó. Form kártyák. Nagyon sokan kértétek, hogy a Magyarországon nem lehet kapni. Nagyon zsír, úgyhogy mi meg tudjuk itt nézni, és ti is tudtok rendelni, hogyha tetszik nektek. Megnézzük, hogy tényleg mit kapunk a pénzünkért. A doboz ez tök jól néz ki, és máshogy néz ki ez a doboz is. 7 euró, úgyhogy nem olyan vészes, hiszen 35 kártya, meg egy limited, és más a design Lecler, illetve itt meg Ábon van rajta, ott hátul is vannak fickók, úgyhogy egészen királynak tűnik. Azt mondom, hogy ezeket majd a Trading Card a másik csatornán meg fogjuk nézni. Van itt nekünk az új Match kártyák, kártyákból, Bajnokok Ligája kártyákból ilyen szuper kis minifémdoboz, doboz, 45 lappal, na ez még durvább, zsír, és itt van egy óriási nagy fémdoboz, jó nagy, tényleg, ikon, international star, ikon, nem star, csak simán international, mega, teen, tök jó, 50 kártya, gold limited, fú de zsír, nincsen még gold limited, de úgyhogy ez is nagyon zsír lesz, ezeket itt a focisan nézzük, de még van valami, starter pak, hogy figyel a tops, nem mutattam be a starter pakkot itt a csatornán, és most kaptam is egyet, ott az elején pedig egy Firmino Gold Limited csúszká, nagyon zsír, úgyhogy akkor lesz ebből is starter pakkunk, megnézzük majd ezt is, és ott a Ferencvárosos poszter a matricákkal, a Fradi Stops matricákkal, mennyire zsír 2020-21, még javába tart a BL, még lesz legalább ennyi mérkőzés, visszavágó kis a válogatott szünet után, nagyon zsír. Még egyet kaptunk belőle. Mekkora király. Szuper. Tényleg nincsenek szavak. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna ez a kis dobozka. Úgyhogy hát ez így mindent elfoglal, hogyha ide kirakom. De hagyom itt. Aztán majd pakolunk rá mindenféle jó cuccot. Ezeket pedig ide. Így kiállítjuk és akkor így látjátok, miről van szó. Turbo Atax, Match -tax. Most pedig nézzük a ti leveleiteket, hiszen ebből is van jó néhány, és szerintem izgalmasak lesznek. Topsnak tényleg köszönöm, hogy küldte ezeket. Most viszont ezzel kellene megbírkoznunk, hogy úgy bontsam ki, hogy nem sérül a lap, és a levél is egyben marad. Hiszen van benne valami levélke. Oké. Okay. Hú, a csillog minden. Nagyon zsír. Ha szeretnétek küldeni, sokan kérdezitek, mondjátok, ne a hotelbe, kérlek, a hotel az zárva van már, főleg ezzel a helyzettel, adok címet, csak írjatok e-mailben. Ott a leírásban az e-mail cím, kis rajzocska, nagyon király. Szia, Balog. Na, fókusz, betaláljam a még. Balog Zsolt vagyok, szeretem a videóidat, 7 éves vagyok, most járok elsőben. Na, hajrá, nyomjad a sulit, királyság. Nézzük, miket küldtél. Tök jól néznek ki ezek a lapok. Csű, Rangersos is van. Ezek régebbiek. Ó, mennyire régiek ráadásul. És tök szép állapotban ahhoz képest, hogy ezek már 2012 óta kint vannak. Raúl a Zsordiába, Benzema. Milyen régóta reába van a csávó. Matrica, imádom a matricákat. Megy be az albumba, és vannak új. 2021-es FIFA 365 kártyák is. Hogy csillog azt a kutya mindenit? Imádom ezeknek, főleg ez a Dominator-nek az effektje is. Egészen lenyűgöző. Ó, oh, Limited! Lációs Limited, Immobile. Juventus logó. Ú, Suarez. Na jó, ezek mennek az albumba, ez nagyon zsír. Köszönöm szépen nektek. Meg most konkrétan neked. Úgyhogy tényleg sok sikert a sulihoz. Ezeket a szuper lapokat meg így előre rakjuk ide. Tökéletes helyen lesz, főleg a limited az elején. Úgyhogy menjünk tovább. Vannak itt ilyen nagyobb levelek is. Mármint a levél nem nagy, csak a boríték. Itt bátran eltépem, mert érzem, hogy nincs benne semmi. Csak itt az elejébe megbújt valami. Csűha, ebből csomagbontogatás lesz. Na de nézzük a levelet. Na, aláíró papírok. Inkább kártyára szeretek aláírni. Kedves futballkárcún, most először küldök neked ö, csomagot, remélhetőleg benne leszek a Mail videóba. videóban. Természetesen mindenki benne lesz, aki küld. Előbb vagy utóbb. Ha nagyon sok csomag van, akkor lehet egy része később, de benne lesztek. Na, küldök neked egy pár kártyát, csomagtartalma. Ne írj le a csomagtartalmát, első olvasom. Szeretek meglepődni. Nagyon remélem, hogy tetszeni fognak. Cserébe csak három darab aláírást. Csak? Na, figyeljetek, valaki tizet kér, akkor ahhoz képest csak három darab aláírást szeretnék kérni. Videóban légy nem a címet, ja? Hoppa, na mindegy. küldjetek válaszborítékot. Nagyon sokan ráálltatok erre a válaszborítékos szisztémára. Felcímzett, megbélyegzett válaszboríték. Simán. Tehát abban simán küldök vissza. Ez nekem egy ilyen jó jel, hogy, hogy tényleg érdekel titeket. Ez az egész. És én a lelkesedést azt tényleg megbecsülöm. Csak az, hogy küldtek egy kutyáltam megrágott lapot, és 25 Invincible, majd utána érgesen írtok, hogy hát te 26-ot kértetek, még csak 25 Invincible-t küldtem. Nagyon király csillogós lapok, és egy rér kártya, Az első rérünk meg is van. A harmadik csomagból néző csomagok közül pedig a másodikból. Ez zsír, kár, hogy picit rossz állapotban van polpokba, Pogba, de rérnek rér, úgyhogy jön ide. Mik vannak itt? Matcha tax. Nagyon szépen be van csomagolva egyébként. Perfekt. Semmi ilyesmit nem láttam még, hogy ennyire jól és könnyen kibontható, nem nincs áttekerve 25-ször szigetelő Tök jó, tök jó kis top lapok, úgyhogy ezek is durranak bele az albumba. 100 klubos, nagyon szép. Limitedek. Na. Ez izgi. Hoppá, régi Tops Limited. Cristiano Ronaldo's Limited. És Sterlinges. Nekem a Ronaldós tetszik innen a legjobban. Ő talán a legértékesebb. Ide a kompokba mellé. Végül is játszottak egy csapatba. Legalábbis a Manchesterben még régen, hanem is konkrét. Csapattásként. Ezt meghúzzuk. Úgyis jól be van csomagolva. Ettől nem fog meggyűrődni. Új Wintersztár. Na, az nagyon kell. Abban nagyon kevés van. Úgyhogy köszönöm. Minden videó után egyébként. Így uh, kirendezem csoportok szerint a kártyákat. hogy ez ilyen, ez olyan típusú. És végigmegyek az albumjaimon. És megnézegetem, hogy mibe mennyi kell, és mivel, hogy nagyon kevés teli albumom van, ezért, sőt, limitedeket mindig meg kell nézni, mert volt már olyan, hogy hiába 25-30 limitedem, akkor is tudtok küldeni olyat, amit nekem nincs meg. Úgyhogy szépen át szoktam nézni az albumjaimat, hogy milyen helyzet, tényállás. Köszönöm szépen, ezt berakom alá, mert helyes bórolnunk kell. Szuper volt. Na, nézzük! Megint egy nagyobbat. Ez valami fémes hang. Izgalmasnak tűnik. Ó, minifém doboz, szép állapotú, ajtós ráadásul. Imádom az ajtós minifém dobozokat, nem hagyom el a tejét. Még egy fém doboz, és ennyi. Ez pedig... Szia, futballkárcum, már régóta nézlek, szeretnék egy aláírást. Remélem örülsz a kártyáknak, persze, hogy örülök, Máté 9 éves vagyok. Hát pedig a cím, válaszboríték nélkül. Pék komolyan 100 forint, tehát nem az, hogy összegbe megterhelő, hanem a lelkesedés, meg az indok, hogy tényleg érdekelt titeket. Jól néznek ki ezek a fém dobozok. Köszi szépen. Fortnite-os kártya, Daka, hoppá, vannak itt jók. Topsosok, vegyesen egyébként minden, van FIFA 365 is. Szerbia, ú, szegények, skótok elleni meccsnek a végét néztem. Ugye a magyar után, mert ők is ugyanúgy se mint mi. Skótok azért jó bevarták ott a 11-eseket, úgyhogy nem jutottak ki. Nem, mint ahogy szurkoltam a csak az így érdekelt a meccs. Ó, rér kártya, Tibó Kurtoá. Azt a kutya fáját. Tűha. Második rér. Nagyon-nagyon zsír. Köszönöm szépen. Nézzük meg közelbről is a kártyákat. Még egy Szerbia. Románia. Ők sincsenek kint. Jó. Jó, jó kis lapok felállás, minden van, de a rér az viszont nagyon-nagyon durva. Ú, mi ez a rainbow effekt? Imádom. Star, rárakom ide. Úgyhogy a második rérrel nyomjuk tovább, számon tartom. Ha már így ilyeneket küldtek, hopp, valaki a vérét adta. Csomagért. lehet a postás, lehet a küldője. Nézzük, milyen lapokról van szó. Matrica, imádom. Levél nélkül. Ha, ilyen is van. Ő német Krisztián, még régi ebés cuccból. Na, Varga Kevin. Ő fans favorite, ez is jól néz ki. Kristál! imádom, tops Krisztál, sajnos nem tudtam gyűjteni. Ó, még egy limited, hát a limitedeket is külön rakjuk, azok is császárkártyák. Podolszkijék, van itt minden Fortnite. Nagyon-nagyon szuper. Mit rakjunk előre? Valami csillogósa? Ez tetszik? Ez tetszik, ez jó, ez a jó, ez sem mai, ugye? 2012, így van. Ö, berakom ide fektetve? De várjatok, akkor árakom a limitedet, ha már fektetettel szórakozunk. Így. Né. Szupi. Na, mehetünk tovább. Van ilyen vastag duci csomag, ez egészen érdekes, csak mindenhol cím van rajta. Így megtépem, és akkor annyira nem vész, körbe van címezve igazából. Azt a kutyafáját, ez mi? Ez Lovrencsicsnek az aláírása szerintetek? A levélből kiderül. Jé, miket küldtél te? Azt a kutyafáját? Szóval nézzük a levelet. Miért itt bármit megállapítunk? Szia, kedves futballkártya, Nagyon régóta nézem a videóidat, Boris vagyok, de jó neved van, 12 éves. Léci aláírás küld vissza címmel másik oldalán. Viszont ezeket a kártyákat derítsük ki, mert ez nagyon izgalmasnak tűnik. Egyértelműen filcél van rajta. És kerestem itt egyébként ilyen aláírásos izé képet, ott nagyjából látszik, ott van egy ilyen karika a közepébe, ez egyáltalán nem hasonlít rá, bár ott keresztbe van húzva, jó kérdés, na mindegy, ezt rakjuk félre, menő, csak tényleg ezeknek a hitelessége, illetve bödéről is kerestem, Az bezárjuk, és azt mondja, hogy itt találtam ilyet, válogatottas is, ez mondjuk egészen hasonló lehet, bár azért még olyan részletes. Á, ah, na mindegy, ez, ez nehéz ügy, de ott a vége az, az eléggé el van csípve, ott rendesen Dánielt kiírja. Nem tudom, na mindegy. Jó kérdés, hogy ez most eredeti -e vagy sem. Haladjunk tovább ezen. Mindenesetre jól néznek ki a Bödés Limited, úgyhogy ide így ki is kerülhet. Hát még egy rér azt a mindenit, Pogba Topmaster Rare kártyája. Ezen nincs annyi rainbow effekt, mint a régebbieken, ez szerintem külön kerülhet ide, simán megérdemli. Nézzük a többieket, hiszen itt óriásian komoly limitedek vannak, nagyon-nagyon szuper vagy, hogy mennyire jó lapokat küldtél. Köszönöm szépen. Ó, FIFA World Cup Brazil limitedek. Tony Cross, Szálá, Pulisic, Gold Limited Edition. Nagyon köszönöm. Tyűha. Ezek sztárkártyák. Már a régiségük és a minőségük miatt. Fúha. Nagyon köszönöm. Ez, ez tényleg brutál jó. Podolski, Iniesta, Casillas, Klose, Neymar. Hát még milyen tehetség volt ott már, mint hogy friss tehetség. Riberi, Hazard. milyen fiatalok. Tony Cross elképesztően jó. Nem is tudom, hogy pakoljam ki. Kross fejét lecsíptük. Nem mindegy, fú, köszönöm, durva. Menjünk tovább, most már ide is elkezdek pakolni. Oké, okay. nézzük a levelet. Szia, futballkárc... Kárc? kával. Régóta nézle. Nézem a videóid. Gondoltam küldök kártyát, remélem örülsz neki. Várom az újabb videódat. Bert, Bertold. De jó, milyen jó nevek vannak. Köszönöm szépen. Persze, csinálom videókat, ahogy tudom. XXL kártya. Mennyire jó? Nagyon szép. Nézzük, miket küldtél még, hiszen itt vannak limitedek, megint csak Gold Limited, Premium Gold. Ott van valami Fradis is, Amadu Mutári, Frimpong, Vargaroli, Botka, Tű, hát ez megy a Fradisra, bocsi nincs Ez mennyire király. Ó, Premium Limited, Olaszországból, de király Romelu Lukaku. Nagyon-nagyon szuper kártyákat küldtök ebbe a méldébe is. Nehéz lesz így címet adni neki, hogyha mindegyik ilyen szuper király. Atom méldé. Nem, nem tudom megint, hogy hova rakjam, mert annyira jó hely kellene neki. Nézzük ezeket, meg sem merem nézni. Pogba, Limited Edition, természetesen Hazard, Fortnite-os kártyák, Sergio Ramos Limited, ott is még folytatódik. Magyar is van. Szalai. Fej lefelé mindenfelé tímmétek. Már csak azért se forgatom meg. Ó, de zsír. Nagy Sándor. Minden van nekünk. Kérem szépen. Eszméletlen. Maradjon pokba elől, ez jó. Jó srác. Valahova. Hát nem is látjátok, de ide oldalra rárakom. Itt pedig a fradisok nagyon-nagyon jól néznek ki. Úgyhogy ezeket is minden meg fogunk majd nézni természetesen, de most telepakoljuk őket. úgyis kapnak külön videót. Nézzük a következőt. Ez komolyan be van csomagolva. Érzem a pakkokat, így van. Semmi levél. Csak egy sima küldemény. Uha, uh, na igen, amikor egyesével van így becsomagolva egy lap, ez mindig veszélyes. Na, hogy valami baja legyen. Uha, uh, nagyon zsír, egy témét lap. Köszönöm szépen. Ezek már komolyabbak magasra teszitek a lécet, és akkor ilyenkor nehéz ennek örülni, de nagyon királyak ezek is természetesen. Na, már a boncsunk. 2016-os EB. Hoppá, hoppá, ott lehetnek magyarok. Így van. Az a nem gyenge. Nagyon szépek magyarokkal. Természetesen. Atomkirály. Fiola, Juhász, Priskin, legyen Fiola, ő most benne van a mostani csapatba is, ez alapján válasszuk őt. Na, az nem mindegy, ezt kibontani. De nem sérült, és régi FIFA 365. Úgy, de jó. Ez is kell, nagyon. Megy Fiola mellé, tökéletes itt a sarokba, épp hogy látszódik. Egy darab, de valami különleges. Douglas. Ja, ki a Lini Douglas Costa? Miket beszélek? Össze-vissza. FIFA 360 egy top master is. Na, Pogba. Ott van Pogba, vigyázzunk a sarkokra, amennyire engedi. Hát igen, adta. Különbség. Jól néz ki. Úgyhogy dupla Pogba. Dupla Pogba rér valami hasonló címet majd kreálok ennek, mert ez durva, hogy ugyanabból küldtök kettő darab rért is. Hihetetlen vagytok. Utolsó levélhez érkezünk, srácok. Fiúk, lányok, skacok. Nézőtársak. És ebbe is vannak rendesen. Ó, és kapunk válaszborítékot. Az első levél. Meg is mutatom, miről van szó. ezt kitakarom, csak be kell dobnom a postáldába, és tökéletesen megkapja elsőbségével. Na nézzük, ja ennyi, igen, ki akartam hajtani, de semmi. Szia a remélem örülni fogsz ennek a kis paknak. Persze, szeretem a videóidat, szeretném, ha visszaküldeni egy kis papíron egy aláírást, természetesen kártyán küldök vissza aláírást, és ha lehetséges, akkor egy pár csillogós lapot is mellé. Üdvözlette, Walter! De jó ez a név is. Hát ez a jó neveknek a méldéje. Komolyan. Nézzük akkor, miket küldtél. Walter. Bár az én nevem is különleges egyébként. Na, ide kell Ezt nem fogom tudni áttépni, és lehet, hogy nem is akarom. Na, hogy engem ugye Renátónak hívnak. Úgyhogy az se hétköznapi. Na, nézzük! Miroslav Close, Star Player és Limitedek. Folytatjuk. Ez hihetetlen. Game Changer. De szépek. Elképesztően jó lapok. Tops match, Na, ezek már nem gyenge kártyák. Revolution pakból van. Sönf. Ú, hát ezek nagyon beteg jó lapok. Köszönöm szépen. Robert Mák! Még a zenit bejátszott most már a Fradiba És a szlovák válogatott tagja. Azt a kutyafáját, milyen kártyákat küldtél te? Ú, Morgan. De jó, limited. Stargazing. Akinfev, de jó, Kielini. Tűűű, de jó lapokat küldtél. A kutyafáját. Hibátlan állapotú. Nézzétek! azt a sarkot, hibátlan állapotú 2014-es Cassias. Én Robert Mákot rakom előre, a Stargazing se rossz, amúgy ez meg egy kicsit különlegesebb. Ezek elképesztően komolyak. Azt a mindenit. Hú, hova is rakjuk? Hát rakjuk a Fradira. Így jó lesz. Jó, mivel hogy lehet, hogy ebbe is értékesek vannak, nem átvágjuk. Miért repült? Aha, na így már jobb. Na nézzük, másik pakkot. KK, Magyarország, imádom, Leandro, Nikolics, Gerazoli, Priskin, Ramirez, Böde Dani nem volt meg, pont múltkor néztem, Dibusz, Nagy Dominik, Casillas, te jó ég, micsoda kártyák, Ársavin, az sem a volt, Fischer, Gered Bél, mennyire durvákat küldtél? Nagyon-nagyon köszönöm. És jönnek a goldok végig. Thierry Henry, valami magyar rakunk előre. Böde Dani. Ha már ilyen különleges, meg itt a Fradi. Ez elképesztő volt, srácok. Brutál durva lapokat küldtetek megint. A Tops is beköszönt a videóba. De ti is elképesztően komolyak. Jöttek a Pogba rérek. Hát három darab Pogba rér. Limited Pogba. Mi van veletek, Pogbák? Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Jöttek a fradisok is, mint állat. nyomunk majd fel képeket a méldéről természetesen. Legyen szép napotok, iratkozatok fel, nem tetétek volna még meg, és nézzetek rá a csatornára holnap is, meg a trading Cards-onra, lesznek jó videók, garantáltam. Sziasztok!